Üdvözlök mindenkit, a vagyok! Srácok, tisztán emlékszem, amikor a Halo Combat Evolve-ban végig kellett menni, a legvégén végig kellett menni a Pillar of, Pillar of Autumn, és végül ahogy felrobbant, ugye a Pillar of, Pillar of Autumn, és, és, ugye magából vitte, felrobbantotta magát a Halo-t is, és, és az a lebilincselő látvány, amit, amit nyújtott a játék, akkor egyszerűen el voltam képedve rajta, hogy Úristen, hova fejlődött a játékos grafika, mert hogy akkoriban a Halo, az igen igen meghatároztám a játékos piacot, a grafikát, a grafikai minőséget, és egy új alapot fektetett le az elkövetkezendő játékokra, mint single player, történetmesélés és multiplayer téren is. Természetesen nem ez volt az egyetlen jó jelenete a Halo-nak, és az évek során. Viszont ez belém égett. Uh, a Halo Combat Evolved, a.k.a. Halo 1 um, volt az első olyan játék, amit a saját pénzből vásárolt első PC-ben kijátszottam, és azelőtt, azelőtt, mivel ugye nem volt pénzünk, se pc se semmi, nagyon régóta nem játszottam játékokkal, és ezért, mikor én megláttam a Halo-t és azt az elképesztő grafikát, mondjuk egy Tomb Raider után, uh, én, én le voltam nyűgözve, és, és beleégett a tudatomba a Halo Combat Evolved, a vége, a Pillar of Autumn, a felrobbant Halo és a Silent Cartographer küldetések egyszerűen beleégtek az agyamba, annyira lebilincselő látványt nyújtottak számomra. És a böngészi az ember az internetet, és mi a jó Istenbe fut bele? Vukong, vukong játékba? hogy, hogy, hogy mi van? Vukong Black Myth uh, című játékba így belefutok, és így po, nézzük meg, mi a jó Isten. Uh, ez is öcsém, és uh, hát így hirtelen meglátod ezt a, ezt a játékot, és azt mondod rá, hát egy ilyen Souls-like, odamész, lekardozott boss, és a többi, és aztán végignéztem a gameplayt, és azt a kurva, hát ez valami rohadtul jól néz ki. És a, a legdurvább nem is maga ez a gameplay menet volt, és nem is erről szeretnék beszélni, hogy milyen nagyszerű gameplay menete volt ennek a 13 perces demónak, hanem amit a végén mutattak, az az elképesztő látványvilág és fantázia univerzum, amit a játék látszik fel, felvélni, látszik. Hogy így mondjam. Tehát aki, ha nézzétek meg, a Wukong Black Myth, tehát Fekete Mythos, um, címre hallgat ez a kis demo, hogyha nem láttátok, és egyszerűen úristen, hát hova, hova tolták már ki ezt a fantázia világot ebben az egészben, és egyszerűen rohadtul jó néz ki. És ez az egyszerű szimpla gameplay is olyan elemeket és látványvilágot tartalmazott, ami kevés játékban van manapság. Na most, ott van még például, ami ki fog jönni hamarosan, ugye a Godfall című játék, és eddig nem adtam rá túl nagy figyelmet, de ahogy egyre több gameplay a, jött ki erről a játékról, egyre inkább figyelmesen lettem. És mindig nézem, hogy Hát mi a, jóisten, mi a jóistenért tetszik nekem ez a játék, hiszen ez, ez tiszta Warframe ez a játék, csak éppen lőni nem lehet benne, de végig kardozod magad, és ebből a szempontból nézve, hogy ott kardozgat, lehet kardozgatni, harcolni a godfall ebből a szempontból a Warframe mindenképpen superior, tehát sokkal jobb mozgás, fluidabb mozgás, tehát minden jobban össze van rakva a Warframe harcrendszere, mint nagy, nagyon kevés játék van annyira jó, mint a warframe -é és, és a gát, aztán végül rájöttem, hogy hát egyszerűen tetszik a fantázia univerzum, amit, amit létrehoznak, a történet esetleg, amit sejtetni látszik e, a játék, és még hogyha a játék nem is lesz túl nagy szám, abból a szempontból, hogy loot, meg progression, és endgame, és a többi, mindenképp érdekes fantázia, szép fantázia világnak látszik, és egy érdekes történetnek látszik, hogy végig lehessen rajta menni. Aztán elgondolkodtam a warframe -en. Mi a franc van a Warframe-mel? Aztán egy idő, tehát így gondolkodtam rajta, azt rájöttem, hogy ez, ez a Warframe még mindig egy jó játék. Igen, tudom, megvoltak a le, tehát meg volt a magam kritikája a Warframe- felé, és a magam hogy szeretete a Warframe felé. Évek alatt sokszor beszéltem ebben videókban, hogy szeretem a játékot, de miért nem szeretem a játékot. Gondolom sokan voltatok, hogy dönts már, mit akarsz. Hát egy ilyen love-hate relationship, de utólag rájöttem, hogy a Warframe nem szar játék, csak öreg. És a mögötte álló Death team kultuszként őrzi ezt az öregséget ebben a játékban. Ö Hadd magyarázzam meg egy kicsikét. Azért voltak régen olyanok a játékok, mint amilyenek voltak, hogy ez a, ez a folyósószerűség értelmszerűen, mert a számítógép és a grafikus kártya kapacitás nem bírt volna el egy nagyobb mennyiségű területe, hogy az betöltse és lerendelje. Ezért a játékok kénytelenek voltak folyósószerű kis pályákat csinálni, vagy éppenséggel, hogyha nem tudtad például a különböző PS4 kedvenc játékai, ahol olyan jelenetek vannak, ahol a főhős átkúszik valami kis folyósón, és olyan tök jó megcsinálták az animációt, az pusztán csak azért van, hogy betöltse a géped, vagy a ps 4 vagy az Xboxot, betöltse a következő pálya szegmens, mert hogy ne kelljen mindent egyben lerenderelni, csak ugye 2020-re ezt megoldották már egy ilyen nem töltőképernyővel, hanem egy ilyen kis átvezető animációval, ami betölti a következő és következő szegmest a, a pályán. Még láthatod, hogy a karaktered átkúszik egy kis lukon, vagy valami ilyesmi, és így, így ilyen trükkel oldották meg a készítők azt, hogy um, ne veszítsél a játék, ne veszítsél a, a, a vonzalmát, és a többit, de ne egy töltőképernyőt láss, hanem valamiféle akciót, mozgást. De mára azért most már ott tartunk, ahol a szerencsétlen RTX 2080 adabban a szerencsétlen gépbe elég elképesztő teljesítményt tud nyújtani, és hihetetlen módon tud világokat renderelni töltés nélkül, ugye bár, és egész, hogy is mondjam, látványos, magával ragadó képi világot tudnak már a játékprogramozók csinálni. És úgy érzem, úgy látom, nem tudom, talán javítsatok ki, ki tudja, majd leírjátok a komment szekcióba, hogy a Warframe ezt nem követi. Heart of Deimos, ö, Cetus és, és Fortuna, mondhatni, hogy egy kezdeményezés, de nem mondhatnánk azt, hogy a legszebb és leglátványosabb világok, mint hogyha nagyon hagyományosra fogták volna ezt az egészet. Mi lenne, hogyha Fortuna tényleg olyan lenne, mondjuk esetleg, mint egy kis Vénusz, és ugye a Vénusz bolygónak a kis szeme mondjuk egy vihar lenne, és az a vihar időnként átvonul, és villámokat szór, miközben harcolunk ott a pókokkal, vagy befolyásolja, és megváltoztatja a környezetet valami félére. Jó, természetesen nem tudom, hogy ez az engine megengedi ennyi mindent, de annyit fejlesztettek rajta, hogy úgy gondolom, hogy már nagyon sok mindent megengedhet, hogy a warframe a grafikus engine -je. Mint hogyha a fejlesztő csapat, Digital Extrem, megragadtak volna az őskorba, és ebbe a, ebbe a Corridor Shooter című, ez a folyosó shooter, folyosó játékban lettek volna meg. Mi lenne, hogyha az új pályák, az új, új űrhajók, a következő update-kal, a következő Grinier űrhajók már sok sokkal nyitottabbak lennének, mint azok, amik most. Fff, már nem lennének folyósók, már lenne, lennének szekciók a pályán, ami sokkal nyitottabbak, és teljesen másfajta struktúrára, játékra kényszerítenő minket. Mert most nagyon egyszerű, bemeúzódunk egy folyosóba, és kikempelünk minden, de mi van, hogyha nincs folyósó. ezek volna? Mi lenne, hogyha azok a fagyos uh, korpuszpályák egyszerűen teljesen kivirágoznának, vagy, uh, vagy, vagy egyszerűen update-elve lennének egy másik grafikai beállításokkal, környezettel, széllel, fával, reggel, éjszakával, mindennel, és úgy érzem, hogy ez nem igazán van meg, vagy nem akarják implementálni ezt a warframe-ben. Természetesen ez meg lehet, hogy maga a grafikai engine-nek a határait feszegetik már eleve a Heart of Demos-szal is a határait fe feszegetik, mert hogy nagyon szép, amit megalkottak, de hogyha nézed a demo gameplay a Heart of Demos-ról, a legtöbb, csak egy háttérbéli fénykép igazából, nem egy élő környezet van meg. Tehát Warframe egy jó játék magával ragadó gameplay, jel viszont halott környezettel, hogy így, hogy így fogalmazzak esetleg. Mi lenne, hogyha ezeken a, a, az Uránuszon, a, ugye a Grinné pályákon, ahol a víz folyik, lenne, nem tudom, pókálók, most mondtam valamit, tehát egy sokkal élőbb uh, környezetet tudná, vagy patkányok futkosnának szét ott a csatornán. Sokkal élőbb környezetet lehetne létrehozni. És lehet, hogy ezért érezzük sokan, hogy, hogy már annyira ismerjük ezt a játékot, mert egyszerűen a Digital Extreme nem akar elszakadni a régi, jól bevált formulától. És tántán ez az az ok, amitől a Warframe öregek elmennek, ebből a szempontból nem feltétlenül azért, mert nincs kihívás, hanem azért, mert hogy nincs látványosság, nincs magával ragadó látványvilág a, játékban. Mi lenne például, nem railjack csináltak volna, hanem mi a mi kis űrhajóinkkal tudtunk volna csatározni, annak lettek volna fegyverei, és, és akár multiplayerben, vagy négyfős kóban együtt az űrhajókkal leszedünk egy epik nagy robbanás közepette egy Grinier vagy egy korpus űrhajót, vagy mi lenne, hogyha ugyanúgy megtámadnánk, és ki tudja, remélhetőleg beleviszik majd a, a, a New hogy a rélgyekünkkel megtámadjuk a különböző e, űrhajókat, űrhajókat, Sentient űrhajókat nem tudom, lehet, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy ez egy ilyen kis elgondolás, lehet, hogy ez a warframe a problémája, hogy valamikor ez a játék rettentően szépnek számított. De tényleg, amikor a Warframe kijött, és kipislaktunk, hogy what, hát ez kurva jól néz ki. És ezért nem talált magának a Digital Extreme kiadót a Warframe-re és hát akkor még nem nagyon volt digitális. Ezért nem találtak magunknak kiadót a Warframe, mert minden kiadó azzal utasította őket vissza, hogy ez a játék túl szép ahhoz, hogy rendszeres update-ekkel fel tartani úgy, ahogy Steve-ék annó tervezték és ezért ők megalakították hogy a Digital extra a mai formáját, és saját kiadójuk lettek a saját játékuknak, és ugye alig volt pénzük, és akkor jöttek, szálltak be a játékosok, és megbusztolták, hogy a Warframe túl élhessen, és akkor Excalibur Prime, bla bla bla, onnantól már tudjátok ti is a történetet, és, és akkoriban megérthető is volt, hogy ilyen folyosószerű cuccokat csinálnak, de mi lenne, hogyha azokat most így dilitelnék, és egy új alapra helyeznék az egész Warframe-et, új játékosnak, régi játékosnak, mindenkinek. Mert már 7 éve mászkáljuk ezeket a folyosókat. A Warframe az egy olyan játék lehetne, ahol a Ray et biztos nem kapcsolnám be, hogy tízzel több uh, ray biztos nem kapcsolnám ki, hogy tízzel több FPS nyerjek. Értitek? Tehát minden látványvilága meg lehetne, és olyan játék amit full grafikán lehet élvezni, mert az lenne a lényege. Viszont a látványvilág mára már már előregedett az olyan játékok mellett, mint, mint, a, mint ugye most kijövő Vukong vagy a Godfall, vagy Outriders, vagy, vagy éppen Antem, hogy őszinte legyek. Na jó, van gyerekek, ennyi lett volna. Kíváncsiak a ti véleményetekre, mit gondoltok erről. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, következő videóig. Sziasztok!